Szia! Ez a videó négy híres magyar informatikust fog neked bemutatni. Tarts velem! Az első magyar informatikus a négy közül a legidősebb. Kozma László eredetileg villamosmérnök volt, de már az 1930-as években tervezett tízes számrendszerű kalkulátorberendezéseket. Az 1950-es évektől a Magyar Tudományos Akadémia támogatásával foglalkozott számítógépek tervezésével is. 1957-ben Magyarországon elsőként állított üzembe programvezérelt, de az utasításokat nem tároló kettes számrendszerű digitális számítógépet, amelynek a MES-1, azaz a Műegyetemi Számítógép 1 nevet adta. A MES-1-et látod a képen is. Ez a három szekrényben elhelyezett, mintegy 600-800 wattos fogyasztású automata 2000 elektromágneses jelfogóból épült fel, és a bevitt adatok feldolgozását egy lyukkártyán tárolt program végezte el, majd az eredményt egy írógépből átalakított elektromosan vezérelt billentyűzet írta ki. A képen Neumann János láthatod, aki a digitális számítógép elvi alapjainak kidolgozásával vált híressé. Az elektronikus számítógépek logikai tervezésében kiemelkedő érdemeket szerzett. Ennek alapvető gondolatait a bináris számrendszer alkalmazása, a memória, programtárolás, utasítási rendszer Neumann elvekként emlegetjük. Tanácsadóként szerepelt az EDVAC tervezésénél 1944-től, amelyet 1952-ben helyeztek üzembe. Az EDVAC volt az első olyan számítógép, amely a memóriájában tárolja a programot is. Érdekesség, hogy Neumann Jánosról kisbolygót is neveztek el, illetve a Hold egyik krátere is a nevét viseli. Kalmár László a matematikai logika és a számítástudomány területén alkotott jelentőset. 1962-ben létrehozta a kibernetikai laboratóriumot, amelyben 1964-ben már számítógép működött. A képen az a magyar szoftverfejlesztő látható, aki második magyarként lépett az űrbe. Az ő neve Charles Simonyi. Simonyi Károly néven született Budapesten. Charles Simonyi a szándékorientált programozás kutatója. 1981-től 2002-ig a Microsoft egyik munkatársa, majd 2002-ben saját céget alapított Intentional Software Corporation névvel. Ő volt a nemzetközi űrállomás 5. és 7. űrturista látogatója, először 2007-ben, majd 2009-ben. Charles Simonyi jelenleg 71 éves és Amerikában él. Remélem tetszett a videó, és sok érdekességet megtudtál a magyar informatikusokról. A felhasznált forrásokat a linken találod. Köszönöm a figyelmedet, tarts velem legközelebb is. Szia!